Anyukám, sikerült bevásárolni? Bankkártyámat vissza tudnád adni? Ah, nézd, mit vettem! De szép portéta, szép kis táska. Hadd kérdezzem meg, mennyi volt ez az antirafikám? Nem a fehéret vettem meg, mama, mert annak nem volt elég nagy a belseje. Ez kicsit drágább volt, de le volt árazva 50.042-re. Azt a kurva! Az a félhavi nyugdíjam! Szerinted miben fogok zabálni egész hátra lévő hónapba? Én azt hittem, hogy ez még belefér a keretbe. Basszátok meg a keretet! Az öcséddel mindent levásároltok róla van megint! De karácsonyra úgyis lesz újra pénzed, és akkor kapok megint ajándékot. Mire? Karácsonyra? Erre, anyukám, erre! Hova készülsz? Bulizni készülök, de már ezt elmondtam a hét elején. Azt beszéltük meg, hogy segítesz nekünk. A papának meg nekem szükségünk van rád. Nem, arról volt szó, hogy szólni fogsz előtte, ha kell, az 5 perces segítségem. Vagy a héten, vagy a jövő héten. Nem fogok külön időpontról benyújtani neked semmilyen papírt, ne haragudj. Egyébként meg nagyon-nagyon elszomorít, hogy neked fontosabb a dohányzás, alkoholfogyasztás, drogozás, mert ezt csináljátok ti mai fiatalok, és biztos vagyok benne, hogy téged is ebbe visztek bele. Sokkal fontosabb, mint az, hogy nekem segítsél. Én ezt nem nézem jó szemmel, és ha felmegy a vérnyomásom, és valami bajom történik, az a te lelkeden fog száradni. Úgyhogy jó bulizást, szép hétvégét. Ja, és az ilyen emberekből lesznek a bűnözők, a huligánok. Gratulálok, büszkék lehettek magatokra. Bulizós banda, basszátok. Jó reggelt! Istenkém, de sötét van! Miért van itt ilyen sötét? Jó reggelt! Mama, aludnék. Őszi szünet van. Ezért volt sötét. Ja, hogy te aludnál? És nekem mikor jár őszi szünet? Szerinted engem ki enged el szünetre? Hát gyerekként akkor volt szünet, amikor azt mondta az én anyám, vagy az apám, vagy a nagyszüleim, mindegy ez most. Hát keljél már fel! Nem lehet ebből megélni? Azt a 700-át neki! Az élet nem áll meg! Tessék fölkelni! Ha mit képzelsz? Megint én csinálok mindent egyedül! Szia, mama! Majd jövök. Ugye nem így akarsz elindulni itthonról? Nézd már meg, milyen idő van odakint! Ha rám hallgatsz, felveszel még egy pulóvert és még egy kabátot. Hanno, én így indultam volna gyerekként. Biztos úgy megvernek a nagyszüleim, hogy gondolkodni nem tudok utána. Ne vigyél a sírba, könyörgöm! Ne vigyél a sírba! Hát gondolkodj már egy picit, legyél felnőtt, érett! Ja, mi van? Diszkózol? Holnap hétfő, nem tudom, tudsz-e róla? Tudok róla, és köszi, hogy lekapcsolod a zenét. Szeretném kikérdezni azt, amit te a hétvégén tanultál. Mondd el, miről tanultál a hétvégén. Na, hát elmondtam mindent. Borzasztó, egyszerűen, hogy azt látom, hogy nulla felelősségvállalás, de az elvárások megvannak, ugye? Jól van. Kíváncsi leszek, hogy hogy teljesítesz a héten. Sok sikert! De szépet tojtál ma reggelre. Nagyon kitettél magadért, fűkocskám. Hú, fehér, mint a mesékben. Menjél kifelé, kint van a tyúkok helye. Jól van, igen. Igen. Igen, darabolják. Csak megdarassa a fiam. Jó? Na, jó vagy te, vides. Na, menjél utadra. Hát a kutya mit keresik?
Mit keres itt? Bedugtad az első, a melső lábaidat? Na menjél te is ki! Szia mama, megjöttem. Képzett fizetésemelést kaptam a meló helyen. Na, jó van, ezért ezt el is vártam tőled. Sáros cipődnök, kitakarodjál! Kicsim, egy pillanatra ide tudnál jönni? Valamit tegnap hallottam félfüllel anyádék szájából, ami nem tetszett. Na igen. Hallottam, milyen születésnapi ajándékot vársz el tőlük. Szeretném, hogy tisztában legyél vele. Nem bántásból mondom. Nyugodj meg, ne menekülj. Anyád és apád rengeteget dolgozik. Rátástól Mikulásig. Én nem hiszem, hogy kell a szép, kell az új. Ezzel nincs is semmi probléma. Legyél rájuk tekintettel. Én csak ezt az egyet kérem. Elégedj meg esetleg egy kis, mondjuk egy csomag banánnal, vagy valami kis aprósággal, jó? Nem kell túlzásba vinni. Menj oda hozzájuk szépen, mondd azt, hogy anya, apa, meggondoltam magam, írjatok nekem egy képeslapot születésnapomra. Ne legyünk önzőek, jó? Szépen megkérlek rá. Nem teszed le azt a szart? Egész nap a kezedben van és nyomkodod. Mi az öröm tárgya? Minek örülünk? Képzeld, meg lett a 40 ezer követőm TikTokon. Ennek örülök. Na. Úristen, titeket a Kádár korszak egy az egyben bedarált volna. Bedarált volna a rendszer. Ehhez értetek, telefonnyomkodás, nem kell segíteni, nem kell dolgozni. Ebből nem élünk meg, de majd rá fogsz jönni te is. Reventre, új tévét vettetek? Igen, ez egy új tévé. Azt áruld el nekem, hogy minek ekkora televízió. Na most képzeld el, hogy nekünk anno egy mikrobi méretű televízió volt. Illetve, hogyha nagy szólásra vártunk, akkor elmentünk matinét nézni. Hát akkora volt az én ágyam, bazd meg, amiben aludtam gyerekkoromban. Gyerekek, tanuljunk meg spórolni, nagyon szépen kérlek benneteket. Ez a pulizálás, ez nem járja, nálunk ez sosem volt divat. Felesleges pénzkidobás, minek ekkora tévé? Vegyetek szemüveget, ha rosszul láttok. Ez így nem működik, sajnálom. Reventre, új tévét vettetek? Igen, ez egy új tévé. Azt áruld el nekem, hogy minek ekkora televízió. Na most képzeld el, hogy nekünk anno egy mikrobi méretű televízió volt. Illetve, hogyha nagy szólásra vártunk, akkor elmentünk matinét nézni. Hát akkora volt az én ágyam, bazd meg, amiben aludtam gyerekkoromban. Gyerekek, tanuljunk meg spórolni, nagyon szépen kérlek benneteket. Ez a pulizálás, ez nem járja, nálunk ez sosem volt divat. Felesleges pénzkidobás, minek ekkora tévé? Vegyetek szemüveget, ha rosszul láttok. Ez így nem működik, sajnálom.